Sziasztok! Ez az XCOM 2 legendári végigjátszás folytatása. Az előző részben sikerült kiszabadítanunk a parancsnokot, úgyhogy elkezdhettünk koncentrálni arra, hogy felvegyük a harcot az idegenekkel. Rögtön kiderült, hogy ahhoz, hogy ezt sikerre tudjuk vinni, hát valahogy fel kéne fejleszteni a bázist, ami gyakorlatilag egy repülő platform, amihez viszont hozzáértő mérnökökre lenne szükség, ami ugye egyelőre nem áll rendelkezésre. Úgyhogy a következő küldetés az kettős célt szolgálna. Egyfelől megpróbálunk megsemmisíteni egy idegen jeladót, hogy ne legyen jó az adventnek. Másfelől, ha sikerrel tudjuk abszolválni, akkor sikerül behúzni egy mérnököt, akivel hát elkezdhetjük felújítani a bázist, és ezáltal megnöveljük a potenciáját annak, hogy legyőzzük az idegeneket. A küldetésre ugyanazt a 4 embert fogjuk küldeni, akik már bizonyítottak. Azóta mindegyik specializálódott, így sokkal nagyobb esélyünk lesz a győzelemre. Ezt a jeladót kell majd valahogy megsemmisíteni. Lehetőleg úgy, hogy közben ne halljunk oda. Meg is van az első csipet csapat, akit le kéne győzni. Hát gondolom itt is hemzsegni fognak az idegenek. Nem lesz egyszerű dolgunk. Hát szerintem nem fogunk cicózni velük. Megpróbáltam becserkészni őket, de nyilván elsétálnak, úgyhogy beküldjük Patriciát, hogy adjon nekik. Hát az első meg is van. Természetesen azonnal behúzunk még egy patrolt, amiből lehet, hogy mindjárt nagyon komoly gondunk adódik. Na, hát próbáljuk meg megmenteni szerencsétlent, az ott kint van fedezék nélkül gyakorlatilag a terepem. Nem tudom mennyit... Hát illetve írja, hogy mennyit ad a védelmi protokoll, de hogy mennyit fog az érni valójában. Meg közben helyezkedni kéne a többiekkel. Valahogy lőtávba kéne vinni a heavy-t. Hát tudom, hogy oda dobhatnak egy gránátot, de... Hát ezt berizikózzuk. Na hát rögtön össze is szarta magát. És ennél szarabb helyre nem is tudott volna futni amúgy. Ez nem is pánik, hanem ilyen öngyilkos kommandó. És ennyit ér a védelmi protokoll, de mondjuk még legalább él. Ebből a helyzetből lesz gyönyörű kimászni. Hát nem haltunk meg. Mondjuk kapott egy 4-es sebzést.
Van egy pánikoló katona. Szép lesz, de... Megoldják a srácok, meg kell oldaniuk. A Brittany lövése egyszerűen gyönyörű volt. Csak így tovább. Bemozgatjuk pozícióba a heavy-t, neki kell tisztázni a dolgokat. Jó, hát a kalapvédelmi protokoll az aktiválódott, nem lehet eltalálni. Természetesen kapják a gránátot, szeretik, igénylik. Patriciával mit csinálunk? Hát, inkább megpróbáljuk fedezékbe visszahozni, nem áldozunk föl senkit. És majd onnan szépen lelövi. Na, hát így, így kell ezt, Patricia ügyes. Rámennek a rohadtak a sérültre. De azért, mely még bírja. Order's confirmed on the move. Objective in range. Commander, we have a positive. Van még négy körünk, ez eléggé húzós. Brittanyt fölvisszük magaslati pozícióba, onnan majd szépen lelövi őket. Na hát én megmondtam, hogy onnan lelövi őket. Mindig egy hátuljuk marad, ez szerintem le van skriptelve. Jól van, egyelőre üres a terem. Igaz is lehet, hogy egész jól állunk. The alien transmission is still active and we're running out of time. Get to the relay and take it out. Távolról szép kényelmesen kiiktatjuk a jeladót. Of the relay. The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Akkor ezek szerint még van valahol egy patról legalább. Nem baj, megkapjuk őket. Ready to rock. Orders confirmed. Moving out. I'm ready. On the move. I've got eyes on advent troops. Okay, megvan valószínűleg az utolsó patról. Három fő, egy szektaid.
Még a szektoriddal kezdünk valamit, és akkor csillagos ötös bevetés lesz újra. Ott van a scriptelt egy HP, hát ott van! Most hogy a faszba oldjuk meg, ezt muszáj ebbe valahogy, ebbe a körbe megoldani. YOLO! Na hát így, így. Oké, okay, sikerül. És ilyenkor ott marad a földön a loot. Kurva anyukat. Pedig gondolhattak volna arra, hogy győztünk, és akkor most fölveszük a lootot, de nem, ott hagyják. Mindegy, a loot le van tovább a végül is. Lényeg, hogy sikeresen megvolt ez a mission is. Megkapjuk a mérnököt, tudjuk csinosítgatni a bázist, minden katonánk túlélte. Úgyhogy eddig gyönyörűen haladunk a játékkal. Mindenkinek kiosztjuk az új skill pontot természetesen, megérdemlik. Mindenki fejlődik egy kicsit. Ennyi lett volna a mostani rész. Ha tetszett, akkor nyugodtan lájkoljad, nem fogok megsértődni rajta. Természetesen nyugodtan lehet diszlájkolni is. És találkozunk a következő részben. Sziasztok!